Köszöntöm a stúdióban Szilágyi Arnoldot, aki egy rendkívül érdekes sportágnak a képviselője, a Muay Thai Box ESE Ajkai Sportegyesület elnöke. Először is, mi ez a Muay Thai ahhoz képest, vagy az tudva, hogy ez egy küzdő sport, de melyik válfaját képviseli a küzdelmeknek? Vagy hogy kell elképzelni? Majd videón meglátjuk persze. Igen, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy küzdő sport, ami Thaiföldről származik. Ugye Thaiföld a hazájának a küzdősportnak. Mai nap is nagyon sokan járnak ki országunkból, illetve Európából is oda még tovább fejleszteni magukat, és gyakorolni ezt a sportágat. Onnan származik. Most már ott a gyakorlatilag, hogy régebben igazából a Thai királyi családnak a testőrei alkalmazták ezt, és gyakorolták, amikor például háború szünet volt, hogy kondiban maradjanak, illetve hogy folyamatosan fittek és élesek. De miért nem egy meglévő önvédelmi sportot, vagy küzdősportot gyakorlatilag saját stílust alakítottak saját, ki? Igen, saját stílust alakítottak ki, és onnan szép lassan lett ebből sportág. Tehát egyre finomabb lett ez a sportág, egyre elfogadhatóbb. Tehát nem sportnak indult, hanem egy tekintetkorlásforma volt. Igen. Szabályokat kötöttek hozzá is. Igen, eleinte nem voltak szabályok, hogy súly kategóriától függetlenül, ugye szabályok nélkül, és akkor szép lassan ezt beszorították a szabályok közé, illetve egy ringben, és ahogy az évek során szépen öltöztették ezt fel, tehát kesztyű került a versenyzőkre, különböző védőfelszerelések, persze a sportágban van profi szabályrendszerű is, illetve amatőr szabályrendszerű, most már ott tart ugye az amatőr szabályrendszer, hogy minden országban külön bajnokságot szerveznek, ugye ennek van Európa bajnoksága és világbajnoksága, ami az IFMA Muay Thai világszervezeten belül van, aminek Bangkok a székhelye. Sokan űzik ezt a sportot? Tehát a többi ilyen önvédelmi vagy harcoló sporthoz képest? Azt gondolom, hogy teljesen felzárkózott a sportág. Maga az IFMA Muay Thai 2009 óta már magyar bajnokságot szervez itt Magyarországon, illetve válogatottakat produkál. Tehát akkor fiatal végül is, ha 13 éve vagy 14 éve. Igen. Maga a sportágot űzték már Magyarországon, illetve ilyen gála rendezvényeken versenyszerűen. Annyi, hogy akkor még nem volt ennyire úgymond hivatalos, illetve az amatőr sport része nem annyira tudott érvényesülni, illetve nem volt teljes a technika repertoár használata, hanem akkor inkább, ami most szintén ismert a K1 szabályrendszerhez hasonlóan lévő küzdősport, inkább vagy a más küzdősportágokat. Na most mi vonza a fiatalokat a Muay Thaihoz? A taekwondo nem elég nekik? Vagy az, a Shotokan, vagy valamilyen? Hát azt gondolom, hogy ugye ez egy más típusú küzdősport, ugye sokan azért szeretnék választani, mert ugye a hatásossága miatt nagyon hatásos ez a küzdősport, 8 végtag technikájának is használtam, vagy 8 végtag technikájának is hívják, ugye itt lehet használni a könyökünket, illette a térdünket is. Nem, hogy a 4 végtagunk van, de hát ezt felosztják részekre. Igen, ezt felosztják, ugye nem csak az ökör, hanem a könnyek használata, és a lábnál viszont nem csak lábfej sípcsont része, ami más sportágokban is, hanem a térdet is tudjuk használni közelharcban, ami nagyon-nagyon hatásosan működik, illetve hát itt meg lehet fogni az ellenfelet, tehát nem úgy, mint sok tehát más küzdősportban, be lehet húzni, illetve földre is el lehet dobni, földre is el lehet vinni. Ez elég keményen hangzik így elsőre, tehát megint megismétlem a kérdést, hogy mi vonza ez a fiatalokat, hogy ők ezt kihívásnak érzik? Én azt gondolom, hogy igen, hogy kihívásnak, illetve azon kívül, hogyha valaki nem akar versenyezni, mert ez egy nagyon kemény küzdősport, ugye ha egy klub szinten akár 30-40-50-60 klubtag van, akkor is abból általában egy olyan 10-15%-át lehet úgymond versenyre idézőjelben rábírni, tehát amikor valaki önmaga is ugye úgy dönt, hogy szeretne ebbe ringbe szállni, illetve versenyen kipróbálni, mert úgy ott ugye hiába az edző, a felkészítés, ami tökéletes általában minden esetben ugye a ringben egyedül van, az ember szokták mondani, igen, magára számíthat. Neki kell döntést hozni, és neki kell viszont megvédeni a magát, vagy adott esetben karatéjozni az ellenfelet. Viszont a hobbi szinten nagyon jó állóképességet ad, ugye nagyon jó a testnek, a testformálásnak, nagyon sokan űzik ezt hobbi szinten is, tehát kimondottan a súly karbantartása miatt, vagy az önvédelem miatt, hogy biztonságban érezzék magukat. Azt gondolom, hogy az mindig egy önbizalmat ad a fiataloknak, igen, illetve másban önfegyelmet. Másban is nagyon akár nagy, még a tanulásban is. Igen. Hát biztosabb fellépést. Most már elmondhatjuk, hogy ez a sporták kimondottan ugye úgyis van jó tanuló, jó sportul is, a sportgálán is, és nálunk is többször díjazottak vannak, tehát kitűnő sportemberek
egyetemisták. Is valami, tehát ha jól igen, tudom, igen, most jegyünk arra ki egy kicsit, hogy nem régiben Vejcben jártak, és ott egy csomó érmet szereztek. Mindenki nyert valamit? Igen, igen. Négy fiatalembert neveztem, abból az egyik sajnos lebetegedett, őt nem tudtuk utazást ugye elvinni, elutazni vele. A másik három fiatalember nagyon jól szerepelt, hála az égnek. Valahol tudtuk, hogy mi ott itt jók leszünk, mert Magyarországon ez a kágy és a Muay Thai erős, mondhatjuk, ugye a nemzetközi mezőnyben is látjuk, hogy nagyon jó helyen járunk. Ez a kágy, ez a ketrec harc? Vagy nem, a kágy az ugyanúgy ringben történik, kevesebb védőfelszerelés az amatőr szinten, viszont sokkal jobban meg van fogva a szabályrendszer. Tehát sokan azt gondolnák, hogy a kágy az egy veszélyesebb, vagy egy durvás sportág, mint a Thai box, a Muay Thai, ez nem, mert ott tilos a könnyek használata, illetve tilos a behúzni az ellenfelet fejtámadást, amiket tértámadásnál el kell minden esetben engedni. Csak az egy picit nagyobb népszerűségnek örvendett, jobban fel tudták, úgymond profi szabályrendszerben. Régebben gyökeret vett Magyarországon, nem? Igen. Azt mondjuk tudni kell, hogy a kágy ugye az egy szabályrendszer, tehát maga a kágy ugye az nem egy sportág, tehát kágyben is Muay Thai harcosok indulnak. Az utcai harc egyébként, az a kágy? Nem. Ne keverjük a dolgokat. Nem, az utcai harc az más, mert ott földre is vihetik az ellenfelet. Annak most azért már nincs akkora népszerűsége, hogy azt váltotta inkább, bár nem annyira akarok elkanyarodni, de azt váltotta a ketrec harc. Mintha a televíziós műsorban látnék ilyeneket, hogy földön ütik, várják, szorítják egymást. Igen, az már a ketrec harcot jelenti. Ami a, valaki a, azt érvezi, nem tudom. Hát igen, az nagyon durvának tűnik, illetve az is, az nagyon durva. Azt gondolom, hogy nagyrészt azért csak a profi szabályrendszerben űzik, ugye az anyagi jövedelemszerzés miatt vállalják azt azok a sportolók, akik azt gondolják, hogy ebben még a karrierük közepén, végén ki akarnak teljesülni, de ott nagyrészt olyanok is vesznek részt, akik már sokszor is. Ez olyan, mint a profi box, ugye? Igen. Hogy az amatőr, aki sok eredményt elért Európa bajnok világban, és átmegy egy picit a profi szabályrendszerbe pénzt keresni, ugye kicsit megalapozni a jövőjét. Ismerek sebészt, aki K1-es sportot űzött, és aztán úgy gondolta, hogy a sebész akkor inkább nem csinálja, mert választani igen, kell, igen. Hogy azért ujjaira vigyázik. Hát igen, ugye a rengeteg ütéstől azért megterheli a kezét, illetve tartós a hosszú távon nem, de azért egy nagyon keményebb edzés után, ilyesmi, akkor azért egy sebésznek azt gondolom, hogy előfordul, hogy picit remeg az ujja. Hogyan tudja mozgatni a kezeit továbbiakban. Azt mondta, hogy 2009-ben lépett be Magyarországra, magyar sportba ez a K1. Ajkán mióta? A Muay Thai 2009, onnantól jegyezzük az IFMA Muay Thai-nak a magyar bajnokságát. IFMA. 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 Igen, ez a világszervezet. International. Valami. Igen. Aha. És onnantól tudunk produkálni válogatottat az amatőr szabályrendszerben. Előtte már volt a K1-es rendezvények. Federation du Muay Thai. Lehet, hogy francia, így lehet IFMA. Csak úgy gondolkodom. Igen, és Ajkán hányan űzik ezt a sportot? Hát most klubszinten, hogyha általában egy edzésen a 30-35 ember jelenik meg, de úgy összességében, hogy összefogom a csapatot, mert foglalkozom külön egyéni foglalkozással és privát edzésekkel, ugye akár hölgyedzés, akár támogatójegyzés, vagy barátoknál is, úgy olyan 50 fős nagyjából a létszám. Önt mi vitte erre a dolgra? Mert ugye a sportegyesület is a nevét viseli. Igen. A lelkennek mozgató rúgója, vagy igen. Megalapítója, megalapozója. Igen. Hogyan vonzódott, hogy találkozott ezzel a sporttal? Hát maga a névre picit visszatérve az azért lett ugye az én nevem, mert ugye a Thaiföldön minden klubot is találott általában az edző neve fémegyez, igen, és akkor ebből jött ugye nekem is, hogy illetve Magyarországon is több olyan klub van, ami az edző nevét képviseli. Nekem onnan jött, hogy én amikor megismerkedtem az a sportággal, általában minden fiatal a futballal kezdtem én is, amit nagyon szerettem, és szerencsére jól is ment a futball, de a tanulmányaim, iskolai tanulmányaim, illetve Pestre kerültem, nem adott lehetőséget, hogy csak hétvégén volt, amitől ugye azt el kellett akkor engednem, és utána, amikor már a tanulmányaimat befejeztem nappali tagozaton, már csak akár délutáni vagy esti tagozaton képeztem magam tovább, akkor elkezdtem ezzel a küzdősporttal foglalkozni. De miért ezzel? Valami megérintette? Igen,
Mérföldön járt, vagy? Nem, hanem abban az időben is, még már abban az időszakban jöttem fel, amikor rengeteg olyan küzdősportfilmet néztünk, ugye a moziban mindenhol nagyon nagy leültették az embereket, és tényleg akár egy Jean-Claude Van Damme filmet megnéztünk, és akkor álmodoztunk arról a moziból kijöve is már, hogy ugyan jól lenne egy ilyen komoly sportembernek lenni. Ezek a filmsztárok vagy... képvisek egy stílus, nem? Igen, egy stílus. Steven Seagal, azt hiszem, Aikidóban utazik. Igen. Például Jean-Claude Van Damme is volt olyan film, ahol kimondottan Muay Thai harcost képviselt. De ezt nem tudhatja a közönség. Igen. És gyakorlatilag azt gondolom, hogy innen talán, meg onnan is jött nek számomra ez a sporták, hogy mindenképpen szerettem volna a leghatásosabb küzdősportot választani. Ennek oka az is volt, hogy ugye a termetemből kifolyólag én sem vagyok egy túl nagy darab ember, 172 cm, és 70 kg, 63,5 kg. Viszont a teste egy fegyver. Na igen, igen. Bebizonyította nekem ez a sporták, hogyha ezt valaki versenyszerűen űzi, és jó magam is ugye amatőrként is sokszoros magyar bajnok voltam KB és Muay Thai-ban is, illetve profi versenyzőként is évekig szerepeltem, válogatott versenyzőként is. Bebizonyosodott az edzéseken, hogy jóval nagyobb testalkatú embereket is le lehet győzni, illetve nem lehet idézőjelbe edzéskeretekből is semmisíteni egy olyan jól talált ütéssel, rugással, illetve én magamat úgy olyan szinten fel tudom erősíteni fizikálisan, hogy gyakorlatilag nem tudnak bennem kárt tenni egy 20-30 kilóan ezer kollega. Mekkora arányban képviseltetik ebben a sportban az erő és mekkorában a technika? Tehát mennyire szükséges a testi erőt kifejteni, vagy pedig úgy csinál, mint az aikido, hogy az ellenfélnek a lendületét használja fel? Mindenképpen kell nagyon jó fizikum, tehát nagyon figyelünk arra, hogy ugye ennek is rengeteg futás az alapja, rengeteg erősítés, de inkább a hosszantartó fizikum, attól független, hogy időintervallumokban vannak, ugye menetszámokra van osztva a verseny. Vannak-e nagyjai ennek a sportnak, tehát akikre föl kell nézni, mert igen. Olyamának hívták ugye a Kyokushinkainak a mesterét, igen. Itt van ilyen húzónév, aki... Igen, vannak itt is nagyon nagy húzónevek, nemzetközi szinten is, de hála az égnek, most már mondhatjuk azt, hogy magyar szinten is. Vannak olyan nevek, akik a világbajnokságon mindig ott vannak az első háromba, nagyon számolni kell velük, vagy egy Európa-bajnokságot már lassan lehet, hogy kicsit durván hangzik, de szinte könnyedén be tudnak húzni, olyan magas szinten tart nálunk most már a Muay Thai. Uh-huh. Ha csak a Spét Norbert nevét említem, ő egy nagyon-nagyon komoly harcos nemzetközi szinten is, a nemzetközi sajtó nagyon sokat foglalkozik vele, videókat vágnak be, minden világbajnokság előtt szinte reklámarca is a rendezvénynek, tehát vagy akár egy Nardoletti Zoltánt is említhetnék, aki egy tatabányai versenyző, egy nagyon szimpatikus, kedves fiatalember. Amúgy? És, igen, de amúgy, úgy orba vág, hogy vagy. Rendkívüli adottságai vannak, fizikuma, illetve sebessége. Az se baj, ugye, hogy van valakinek egy igen, testi adottsága. Igen, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon vékony, szikár, atletikus testalkatuk van, tehát egy nem nagyon túl vastag izomzatú. Igen, meg nem egy túl vastag izomzatú, mert ugye azért azzal nehezebb, itt a sebesség is nagyon sokat számít. Aha. Ugye visszatérve az előző egyik kérdésre, hogy ugye, hogy mennyire számít az erő és a technika. Igen. A sportágat általában az elején még az erő jellemezte, tehát nagyon az erőre fektettek, nagy szomrugások, illetve nagy erős támadásokból próbálták megoldani, és hogy ki a legénnyagáltan, és igazából abból dőlt el, hogy ki hogy bírja, ki hogy tudja adni. Most már ugye ezek a versenyzők sokszor pont Spét Norbertet, akit említettem, egyik VB-n azt jellemezte, vagy azzal jellemezte a világbajnoki döntőt, hogy ez már egy nagyon-nagyon komoly sakkjátszma is. Egy orosz fiatalemberre, Dimitri Varadzsal döntőzött, és mondta, hogy itt már annyira egyforma például a két versenyző technikailag, sebességben, tudásban, hogy gyakorlatilag tényleg abban a pillanatban kell tudni lépni, azonnal felismerni azt a helyzetet. Tehát itt már nincs olyan erőkülönbség köztük, mind a kettő kiváló fizikummal rendelkezik, kiváló sebességgel, és gyakorlatilag már az adott pillanat, nap, az adott szituáció fogja, illetve a pontozóbírók tudni eldönteni, hogy ki lesz az aktuális világbajnok. Igen. És ez a sport, ez pontozásos sport? Vagy ilyen különböző fokozatok vannak, hogy ippon, meg... Nem, ez egy folyamatos, egy-egy ugye menetekre van osztva, ami általában 2 perc vagy 3 percet jelent. Pontozó bírók vannak, ha most... Tehát viszonylag kisebb ütésekkel is lehet tudom, pontot hogy, szerezni, nem hogy kell. Minden 5 pontozó bíró, ha jól tudom, és
és igen, folyamatosan figyelik, ellenőrzik a versenyzőket, minden találatot ugye komoly szakértelemmel lepontoznak. Természetesen előbb is be lehet fejezni a mérkőzést, hogyha valakinek arra lehetősége van, vagy meglátja a lehetőséget, hogy igen, meg tudja pillanatra fogni az ellenfelet, és ő maga is felismeri, vagy a edzői utasításra be tudja fejezni ezt. Előfordul még világbajnokságon is, hogy két nemzet között is lehet akkora különbség, hogy akár egy meneten belül is be tudja fejezni, de alapjáraton általában, hogyha végigmegy a mérkőzés, akkor ez mindenképpen pontozással dől el. Ajkán szoktak ilyen versenyeket? Szoktak, hát, de honnan tudhatja meg az ember, hogy készülhet egy jó kis Muay Thai hétvégére mondjuk? Hát ugye, hogyha most hála az égnek már a városban elég sokan ismernek engem, szájról szájra is terjedt ez a küzdősport, illetve szülők egymás között, hogy gyermekek. Hogy szoktak mondjuk ilyen bemutatót, hogy versenyt tart a sportcsarnokokban? Sportcsarnokokban, igen, illetve például most volt az elmúlt hétvégén szombaton itt a Fekete István iskolában volt, a sportcsarnokban volt egy szemináriumunk, egy régiós szemináriumunk, ahol 12 klubot hívtam. Azt hiszem írtunk is róla. Igen, 12 klubot hívtunk meg, és egy olyan 100-120 fiatal versenyző is, meg hobbista is, ugye itt részt tud venni bárki, ki tudja magát egy picit próbálni, egy közös sparringnak hívjuk mi, ami egy kesztyűs edzés, ugye folyamatos felügyelet alatt, ugye az a 12 edző körbejár, ez egy a magyar szövetségi kapitány volt, itt Muay Thai felnőtt válogatott szövetségi kapitány Bányász Adrián, aki egy szemináriumot tartott, egy órásit, és utána két órás volt még a küzdelem, illetve a Korpics Gábor, aki a régióvezetőnk, az ő közös levezetésükkel, illetve az én segítségemmel. Most, ez rendszeres különben, Veszprémben lesz májusban a legközelebbi. Igen, egyéb ilyen önvédelmi sportokban, vagy hát akkor lehet küzdő sportnak is nevezni, szoktak ilyen öveket, igen. Hát nem ajándékozni, hanem kiharcolni maguknak a sportolók, itt is van ilyen övrendszer? Itt nincs. Ugye a küzdők általában egy rövid nadrágban vannak egy... Akkor onnan tudjuk, hogy ez egy nagy menő, ez egy kis amatőr. Hát igen, ez nagyon csalóka, annyi, hogy régen... De nyilván híre megelőzi mindenkit. Pontosan, igen, a híre megelőzi. Régen kategóriákra osztották a küzdőket, a BC kategóriára, ugye C volt a kezdőké, illetve volt korlátozó volt a szabályrendszer, utána a B kategória, ami már többet engedett, hosszabb volt a menetek száma is több volt. Igen, ott már azért nem engedték be ott a kezdőket. Most ezt úgy oldják meg igazából a magyar bajnokságon, hogy 0-tól 5 meccsesig vannak a versenyzők, és általában az 5 pluszosok, akik egymás ellen már följebb a haladók tudnak, illetve valamikor még azt is egy-egy olyan rendezvényen megosztják, ami nagyon-nagyon jó dolog, mert egy picit a sportágnak nem hozott ki a jó pontot ez úgymond, amikor még ezt nem feltétlen erőltették, vagy állapították meg, mert sajnos igen volt olyan, hogy egy 0 meccses akármennyire jó felkészített, egy-két éve edz, bekerül egy olyan, mondjuk ami nálunk is egy válogatott versenyzőben is jártunk úgy, ugye azért nagyon hamar befejezi ezt. Én nekem is egy válogatott fiam ment be, és akkor az első menet után már jött is ki, vagy fél menet után megfordult. Ami nekünk se jó, mert ő abból nem profitál, nem tanul, illetve persze. Majdnem, hogy még kellemetlen is, hogy hát igen, hát most pont ők lettek összepárosítva. Ez ugye nyílt verseny. Blöff jut eszembe, mikor megbeszéljük, hogy mikor kell lefeküdni, és az első ütésnél véletlenül elrontja a dolgot a Brad Pitt. Brad Pitt, igen, az ellenfelet. Még egy kérdésem lenne lezárásképpen, hogy ugye én mikor sportoltam, csináltam ilyen kis amatőr szinten kiokusinkát, akkor ugye előtte előkészítettek minket, hogy ez egy önvédelmi sport, önfegyelemre nevel, nem arról szól, hogy valakit agyon kell verni, hanem hogyha megtámadnak, akkor tudjak védekezni, és nem én támadok. Egyértelmű. Ez a Muay Thai mint egy kicsit kilógna ebből a sorból, tehát nem azt mondom, hogy önök provokálnak verekedéseket az utcán, de van egy ilyen gondolata neki, hogy azért ne használjuk. Természetesen. Nevelik a fiatalokat erre. Folyamatosan. Hála az égnek azt kell, hogy mondjam, hogy szinte nincs is rá szükség, mert ezek a fiatalok, akik beérkeznek, én az a tapasztalatom, rengeteg kis utánpótlással dolgozok együtt, hogy nagyon fegyelmezettek, nagyon jó önfegyelemmel rendelkeznek. Megfelelő intelligenciával, soha nem hallottam én például akár a csapatomból. Nem azért jönnek ide, hogy majd agyonverem. Pontosan, sőt, azt gondolom, hogy akik már azzal a szintre jutnak el, hogy tudáson a hatalmukba és kesztyűznek, bunyóznak, azok már tudják, milyen az is, hogy egy pofont kapni, illetve az is, hogy adni. Soha nem hallottam ezzel kapcsolatban, akár a klubon, vagy itt a más klubon, hogy ezzel bárki visszaért volna, vagy ezzel fitoktatta volna. Illetve ami nagyon jó, hogy akiről tudják, hogy komoly versenyző, ugye nem is piszkálják általában, nem is bántják, de ők maguk ezzel soha, én még soha nem. Illetve azért az nagyon fontos azt tudni, hogy akár klub szinten, akár más szinten az komoly eltiltás volna maga után, mint főleg egy versenyzőnél, lehet, hogy akár a karrierje végét, akár a több éves eltiltást, ezt mi nagyon komolyan vesszük. És én ezt a maga az edzés munkában is folyamatosan hangoztatom, mind a versenyzőknek, és ezt hálózik ezek a fiatalok nagyon-nagyon jól kezelik és meg is értik, hogy
akik beérkeznek, kezdők, vagy akár már ilyen kis középhaladók, ők mindig azért vannak, hogy folyamatos fejlődés biztosítsak meg, segítik és építik őket, és így nagyon megkönnyítik az én munkámat, és nem egyedüli edzőként kell koordinálnom őket, hanem magukkal húzzák a fiatalokat. Úgyhogy nagyon-nagyon azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy segítségem is van a fiúktól, és nagyon-nagyon jó hozzáállás. Ugye ez régen volt olyan sok évvel ezelőtt, amikor nem nálunk, hanem más klubokban, amikor is jóval fiatalabb voltam, akkor lehetett ott hallani, hogy hú, nem megyek le tájboxklubban, mert biztos, hogy úgyis csak elvernek. Tehát ilyen ez nincs. Itt nálunk pici kislányok már 8-9 éves kortól, az én kislányom is ott edz velünk együtt, 6-7-8 kis fiatal hölgy, illetve az én korosztályban 40-50 éves korban is edzenek, a legidősebb tagunk 56 éves, illetve a legkisebb 9 éves, tehát hölgyek ugyanúgy edzenek hobbi szinten akár. Tehát ennek semmi, igazából hobbi szinten űzve semmilyen veszélye nincs ennek. Onnantól kezdődik ennek a dolognak, azon kívül, hogy nagyon jó tudást halmoz föl valaki, nagyon jó koordinációt, kondíciót és magabiztosságot hoz, ami nagyon fontos, hogy onnan ez a sport csak akkor tud egy nagyon picit veszélyes lenni, amikor valaki már a ringbe száll, versenyző lesz. Viszont ott mi feladunk az, hogy olyan tökéletes tudást, illetve vérekezést sátítsunk el azzal a fiatallal, aki bekerül oda, hogy már ne legyen neki egyáltalán veszélyes. Ezzel tudok is egy picit úgy dicsekedni, hogy nálunk még a klub szinten soha senkit nem tudtak kijutni, illetve lejutni se. Illetve jó magam is elég hosszú sportkarriert, 25 éve folytattam ezt a sportot, abból 15 évet versenyeztem, rengeteg mérkőzéssel, profi mérkőzéssel, én is elmondhatom, hogy soha nem volt ilyen probléma, illetve a küllemem is látszik, hogy nem azt képviselem, hogy nincs komoly, soha nem volt maradó semmilyen, semmi komoly sérülés. Birkozó akar, fülfüle van, mert mit tudom. Úgyhogy igazából ez azon múlik, hogyha valaki nagyon jól felkészített, a nagyon jó edzői munkát kap, nagyon jó klub szinten jól fel van, akkor szinte ez egy veszélytelen sportág, azt kimerem mondani. Bár nem azt mondom, hogy itt mindig a veszély az, ha valaki felkészül. Találkozunk sajnos ilyennel, ott igen el is fordul egy kiütés, vagy elő, igen. Nagyon komoly sérülés nem szerint se, de olyan nagy pofont akkor azért lehet kapni nyilván. Végére még egy kérdésem lenne. Az elején beszéltünk arról, hogy az ütésállóságot lehet tanulni, vagy betrenírozni, de ez azt jelenti, és erről is beszéltünk, hogy akkor az élettől kapott egyéb pofonokat is jobban elviseli az ember, gondolom, nem csak a fizikai. Mindenképpen az a visszajelzés, hogy igen, sőt, aki sokszor jelennek meg úgyis edzésen, akiknek amúgy a magánéletük, vagy az életük olyan szakaszba jutott, hogy egy kicsit problémásabb, és ez nagyon szépen helyre rakja, be tud illeszkedni a csapatban, nagyon jól érzi ott magát, sokkal kiegyensúlyozottabb lesz valaki, illetve maga a mozgás, maga a sport egyenesbe hozza egyenes útra. Tehát azt gondolom, hogy ez jó látni, amikor a visszaigazolás jön. Az ellenkezőt még soha nem tapasztaltam. Ugye ezt mindig azt szoktam mondani, ezt érdemes kipróbálni, és tényleg belekóstolni. Ha valaki ott ragad, mindenképpen beleszeret, és az élete részévé válik. Tehát azt vesz észre, hogy hú, nagyon jól kikapcsolódtam, nagyon jól el tudtam fáradni, sokkal jobban alszok, sokkal jobbak a hétköznapjaim, és várom a következő edzést, várom a csapatot. Ugye nagyon jó a hangulat a csapatban, mind a fiataloknál. Én azt tartom, hogy jó kedvel, viccesen, de nagyon keményen edzve. Nem feltétlenül azt jellemző, hogy emlegettünk itt más önvédelmi sportágat, illetve küzdősportot is, ahol ugye a mesternek nagyon nagy fegyelem, mindenki néma csönd, nem szabad pisszeni. Ez nem, nálunk nem teljesen így működik. Az edzés munkában igen, illetve amíg az óra nem csipog a két szakaszban, de úgymond közötte egy jókedvű, hangulatos, akár bóckodós, csipkelődős történet van, még akár én felém is, a mester fele is, nyugodtan a fiúknál is jókat mosolygunk rajta. Tehát azt gondolom, mindig az utazásnál és mindenhol azokat a csapatokat szeretem én is, illetve figyelem, akik tényleg jó hangulat, jó kedvel érkeznek, és mindenkit megvernek. Na, mi ezt szeretjük képviselni egy versenyen. Kicsit többet is megtudtunk szerintem erről a sportról és a sport hátterről. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdió, és további sportsikereket kívánok. Nagyon szépen köszönöm a kívást.